Sziasztok! Ahogy a felvezetőben is lehetett látni, pár modernabb megoldást szeretnék bemutatni a régebbi, megszokott és mindenki által ismert Linuxos programok helyett. Hozzá kell tennem, hogy azok a programok nagyon jók, kiforrottak és jól dokumentáltak, de nyilvánvalóan vannak már újabbak is, amiket vagy használ az ember, vagy nem. Ha neked megfelel, akkor használd az újabbat, ha jobban tetszik az újabb, egyszerűbb, vagy esetleg több processzor magot egyszerre tud párhuzamosan használni, ezzel hatékonyabbá teszi a munkádat, vagy egyszerűen csak szebb, akkor használd az újabbat. Ha esetleg azt gondolod, hogy ezek még kiforratlanok, esetlegesen nem vagy benne biztos, hogy ezek jók neked, akkor használd a régebbieket. Azaz, nézzük is meg az elsőt, amiről már írtam cikket, és itt kell kitérnem arra, hogy nem az a szándékom, hogy teljes mélységbe bemutassam az adott programot, hanem csak a kettő közötti különbséget. Azaz, hogyan nézzük meg, hogy milyen foglaltsággal rendelkeznek a merevlemezeink, az SSD-k, meg egyéb tárhelyek, azaz mennyi szabad helyünk van. A legegyszerűbb természetesen a DF, azaz Disk Full parancs kiadásával lehet megtenni, azaz DF és Enter. Lehet látni, hogy szuperül kírja azt, amire neked szükséged van. Hova van felcsatolva, mekkora a mérete, mennyi a foglaltsága és százalékosan. És hát az is kérdés természetesen, hogy melyik könyvtárba, melyik csatlakozási, muntolási pontra van az adott eszköz felrakva. Ez szép. Ebbe belekötni nem lehet, de az az igazság, hogy van ennél szebb is, ami ugyanezeket az adatokat egy picit korrektebbül, picit szebben fogja neked megadni. Ennek a neve DUF, D-U-F, és Enter. Lehet látni, ugyanazokat az adatokat mutatta, ugyanazokat az értékeket nyilvánvalóan, ugyanazokat az értékeket kérdezte le, de egy kicsit korrektebbül, esetleg egy kicsit színesebben, esetleg egy picit rendezettebben, vizuálisabban. Azért az, hogy valami 62,6%-ig van tele, az egy adat. De hogyha egy csikon, vagy akármilyen grafikonon, akármin megmutatja vizuálisan, azért már behelyezi egy vizuális képbe, és jobban lehet látni. Az egésznek nem az a lényege, hogy ezt többet tud, hanem szebben, rendezettebben írja ki, illetve, hogy úgy mondjam, vizuálisabban írja ki. Természetesen itt is működik a DUF, kötőjel H betű, és kiírja azokat a kapcsolókat, amik számunkra fontosak, használhatóak. Azaz, nem csak ennyit tud, én natur mind a két programot, a DU-t, meg a DUF-ot is elindítottam, nagyjából lehetett látni, hogy itt van azért vizuális, és egyéb szempontból is különbség, és lehet látni, hogy azért sok-sok kapcsolója van, és be lehet állítani úgy, hogy neked megfelelő kinézettel azt is tudjuk állítani, ha nem ismeri fel véletlenül a terminál emulátorodnak a környezeti beállítását, színezéket és egyebét, sötétebb, világosabb legyen, akkor kézzel megadhatod, hogy mi legyen kijelezve, és megadhatod azt is, hogy mi ne legyen kijelezve, és azt is megadhatod, hogy hát bizony, melyik csatolási pontra vagy egyedül kíváncsi, azaz nagyon sok mindent tud, nem butább sokkal, mint az eredeti DU, de azért lehetett látni az eltérést. Hát ez volt az első, próbáljátok ki, keressetek rá, illetve a honlapomon csinálok egy mini cikket erről, hogy éppen mit mutattam be, és hol találjátok meg ezeket a programokat, és döntsd el, hogy ez tetszik, vagy nem tetszik. Logikus, azt kell használni, ami neked jobban bejön. A következő egy nagyon egyszerű alapparancs lesz, az LS. Az LS kilistázza, listázt ki, így könnyű megjegyezni. Az LS parancs kilistázza a könyvtárakat, annak a tartalmát, meg egyéb ilyen információt ad a fájlokról. Mindenki használja, mindenki ismeri. Hozzáteszem, hogy az LS is tud színesen dolgozni, de azt be kell állítani. Általában azért téveszti meg az embereket, hogy az LS alapból színes, mert a legtöbb disztribúciónál
Így a magyar ácsnál is, és én mindig arra hivatkozok, mert azt használok, és azt tudom bemutatni, bizony az eles egy nem parancs, hanem egy aliasz. Az eles parancsnak olyan aliaszát készítették el, álnevét készítették el, hogyha beütjük az elest, akkor egy színes kolormódba fog elindulni. Tehát az eles is tud ilyen módot, tehát színes módot, de alapesetben nem. Én most unaliasszal kikapcsoltam ezt a lehetőséget, és nézzük meg, hogy a dokumentum könyvtáramba milyen doksik vannak, és milyen színezéssel, színezés nélkül jelenik meg az eles kötőjel elparancsal. A kötőjel elparancs annyit tesz, hogy egy hosszabb, long kiterjesztést kap, azaz sok mindent kér, nem csak a nevét, hogy egy kicsit látványos legyen. Oké, szép, igaz? Kiírta, mi, hol van, és mi a neve, könyvtár, milyen jogosultságok vannak, meg egyéb ilyesmi, igaz? Evel semmi probléma nincs, mindenki így használja. De nyilván, hogyha az ember sokat nézi a monitort, egy fekete háttér, akármilyen színű háttérnél, egy monokróm, egyszínű felirat, az egy idő után fájdalmas lesz a szemnek, nehéz eltalálni benne, nem vizuális, és nagyon fontos a gyors munkához, hogy bizony vizuális legyen a dolog. Oké, próbáljuk ki, az ennél egy kicsit modernabb, annyival tud többet, hogy alapból színes, EXA nevű programot, EXA. Beütöm, hogy EXA, és ő is megkapja az kötőjel L kiegészítést, azaz attribútumot, megkapta. Oppá, vegyétek észre! Az ilyen kiegészítő egy kicsit modernebbé, szebbé tett programnál majdnem mindig, nem mindig, csak azt mondom, majdnem mindig a kapcsolók, az opciók megegyeznek az eredeti parancséval, így nem kell újra megtanulni a kapcsolókat, az opciókat, azaz az EXA-t is indítsuk el összehasonlíthatóság kedvéért az L parancsal, L kapcsolóval, leenterezzük, lehet látni. Mondjuk ki őszintén, szép színes dolgot kaptunk. A színek jelentése beállítható, hogy mi milyen színű legyen, de igazából ez bennünket nem nagyon érdekel, mert gyakorlatilag az a lényeg, hogy színes, rögtön látjuk, hogy ki a könyvtár, ki a TXT file, az ODT file, meg egyéb színekkel ellátott fájlok. Vizuális. És még ennél is jobb az, hogy míg itt az LS kötőjel elparancsnál kiírt attribútumok, tehát az, hogy kinek milyen jogai vannak, azok szépen összefolynak. Aki ebbe az XRV meg egyébbe gyorsan eligazodik, annak nagyobb gyakorlata van, mint nekem, és talán jobb is a szeme, de nekem nagyon-nagyon kényelmes, hogyha R attribútum van, akkor az sárga, az X, az zöld, és a többi is színekkel D. Rögtön látom, hogy ő D. Oké? Lehet látni, hogy ő könyvtár, és nem kell nézegetni. Nagyon kényelmes, már színkódokkal ellátva kapod meg ugyanazt az eredményt. Itt is, mint a legtöbb programnál, elő tudod keresni, le tudod hívni alapesetben a helpet. Egyetlen egy dologra nagyon figyeljetek, az EXA-nál a kötőjel help, azaz nem a kötőjel H, kombináció, ami a helpet lehívja, de gyakorlatilag ez nem nagy dolog, a kettő közül az egyik szokott működni. Nézzük is meg, EXA, kötőjel, help, sok betűt le kellett írni a kettő helyet, de hát mindegy, lehet látni, elég hosszú és összetett a helpje, de ahogy lehet látni, elég szépen be lehet állogatni azokat az attribútumokat, azokat a lehetőségeket, inkább így mondom, amikre nekünk szükség van. Azaz, ahogy láttátok, ez sem egy csoda program, ez sem fog neked semmit sokkal szebbé tenni, de legalább színes, ugyanannyit tud, alapból színes, és egyértelműen meg tudjuk állapítani bármiről már a színek alapján egy kis gyakorlás után, hogy bizony ő micsoda, milyen jogosultságok meg egyebek párosulnak, ha kötőjel ellel indítjuk a fájlhoz, a könyvtárhoz, és nem az egybefolyt fekete-fehér, vagy egyszínű, és azon másik színű feliratú dolgot látjuk. A következő egy nagyon egyszerű file listázó, tehát a tartalomkiírató parancs, a cat, hogy szépen mondjam, macskát jelent, és megadod
paraméternek azt, hogy bizony melyik fájt szeretnéd kilistáztatni. Én a kat, edconf, sh-t szeretném kilistáztatni, ezt a kis scriptet, ami előugrik, hogyha megnyomom a megfelelő billentyűzetet, és ki tudom választani azt a fájt, azt a konfigurációs fájt, ami előre meg van adva, és megnyitja, de előtte készít róla egy biztonsági másolatot. Magyar Archba alap felszereltség, érdemes megnézni, a GitHub oldalukról leszedni, megnézni, és kipróbálni, kiegészíteni, ahogy nektek tetszik. Na, lényeg az, hogy ezt a scriptet nézzük meg, aminek a belseje ilyen szépen néz ki. Szépen össze van szedve, a elejétől a végéig jól olvasható. Ez nem azért jól olvasható, mert én ilyen ügyes vagyok, hanem a Magyar Arch készítője szereti a szép dolgokat rendesen összeírogatni, összeállítani a scripteket, hogy ki is nézzenek. Hát bizony, így viszonylag könnyen olvasható. Oké. Azt mondja az ember, hogy ez egy könnyen olvasható dolog, de most megmutatom nektek, hogy a BART, azaz denevér, eszközzel hogyan lehet ezt még szebben, még jobban átláthatóan, még jobban olvashatóan bizony elkészíteni, illetve bocsánat, nem elkészíteni, kilistáztatni. Hát bizony, a katot átírom a BART-ra, és mit látunk? Sorszámozott, színes, kell lennél több. A kettő közti különbséget mindenki egyértelműen látja. Lehet látni, hogy ez egy nem szövegszerkesztőt nyitott meg valami hátsó utas megoldással a BART, hanem megnyitott egy nagyon szép, átlátható, egyértelműen jól olvasható. Ugye, látni a különbséget, nagyon szépen látni a különbséget, azaz, hogyha valaki úgy érzi, hogy a kat az igazából jó-jó, és nagyon sok scriptben szerepel, de hát bizony nézegetni nem túl kényelmes eszköz, akkor természetesen váltson BART-ra. Itt kell elmondanom azt, amit a felvezető szövegben már láttatok, hogy nem feltétlenül lesz mindenhol a BART. Ha egy scriptet írtok, ahol a kattal kilistáztatjátok a fájtartalmat, és átadjátok egy csővezetéken keresztül valami feldolgozandó akárminek, hát maradjunk annyiba, hogy a scriptekben azért a katot kéne használni, és nem a batot, mert előfordul, hogy másik gépen nem lesz meg, de nyilvánvalóan egy scriptbe teljesen mindegy, hogy kék, zöld, vörös és egyéb színekkel pompázik az, amit amúgy is a gép fog feldolgozni, neki aztán teljesen mindegy, de azért nézegetni bizony a BART, az teljesen megfelel. Az is járható út, és én ezt szoktam csinálni, hogyha valamit nézegetek, akkor a BART-tal nézegetem, és hogyha már kész van a sor, a eszköz, amit szeretnék scriptesíteni, akkor az összes BART-ot átiratom katra, és abból nincs probléma, az mindenhol működni fog. Na, megint egy egyszerű eszközt találtunk, amivel kényelmesebbé tehetjük a parancsoros dolgokat, amire mindenki azt mondja, fekete-fehér, uncsi, ó, de jó, még a hátteret meg lehet változtatni, esetleg átlátszóvá lehet tenni a terminál hátterét, és erre vannak annyira oda, nem. A terminálos munkának nem kötelező kilódásnak lenni, nem kötelező a fekete-fehér, monokróm, inkább így mondom, eszközöket használni, hiszen a mai világban már egy kis kutatással, egy kis odafigyeléssel meg lehet találni azokat a kényelmes szemünknek is, és a produktivitásunknak is, a munka morálunknak is megfelelő, hiszen hát, hogyha folyamatosan nézzük a fekete-fehér föliratokat, esetleg fáj attribútumokat, jogosultságokat, az embernek azért kihagy egy pillanatra a figyelme, és nem annyira figyel, de hogyha az már színes, akkor már sokkal nagyobb kedvel, sokkal produktívabban dolgozik, hiszen itt azért átlátható a dolog, lehet látni, mi micsoda, minden szépen be van színezve. Hát bizony, ez is egy jó eszköz, érdemes kipróbálni, legalábbis szerintem. A következő eszköz a Ping-nek az egyik átirata, azaz egy kényelmesen, jobban használható eszköz. A Ping gyakorlatilag az internet sebességedet, a válasz időt méri számodra,
Ez nem teljesen így van, de gyakorlatilag annyit tesz, hogy elküld egy jelet, és megvárja, amíg visszaérkezik nagyjából, és ennek az idejét írja ki, és így legalább tudod, hogy az internet sebességed milyen, a szemközti megpingelt weboldal milyen gyorsan válaszol. Nézzük is meg ezt az egyszerű eszközt egy viszonylag egyszerű megoldással, ping, google, Kom. Ezt szokták beállítani, ezzel szoktak példálozni, enterezzük le, szépen egymás után 10,4, 10,3, 18, 11, 9, 94. Na, hogyha ezen valaki eligazodik vizuálisan, az nálam sokkal ügyesebb ember. Én úgy érzem, hogy az nem igazán a legmodernebb dolog. Természetesen lehet látni, hogy a válaszidő elfogadható, picit ingadozik, lényeg az, hogy ingadozik. Na hát jó lenne ezt valami grafikonba belerakosgatni, megoldható, egyértelműen megoldható, de én igazából nem szeretnék ezzel kilódni. Azaz nem szeretném az eredményt kimenteni egy szöveges fájlba, majd abból csinálni géplóttal, vagy akármivel valami grafikonszerűséget. Hát ez azért uncsi, meg nem ér az egész annyit számomra. A másik megoldás legyen a Gping nevű program, ezt telepíteni kell, szintén a Google.com-ot fogjuk megpingelni, és leenterezzük. Látható, nem? Egy kicsit normálisabban kinéz, vizuálisan lehet látni, hogy nagyjából egy sávban helyezkedik el a dolog. Viszonylag szép, viszonylag gyors, hát ahogy szeretnénk beállítani, sok beállítása van, lehet ezen finomítani, de jelen pillanatban gyakorlatilag ami igazából lényeg, hogy nagyjából ez a 10 millisekundumos eredményt kapjuk, ami számunkra jó, 2-3 helyen folyamatosan vannak tüskék, de nyilvánvalóan ez bent van a pakliban, azaz lehet látni szebb, egyértelműbb és vizuálisabb. Itt is a helpet előhívhatjuk, használhatjuk, de alapesetben azt hiszem mindenki egyértelműen látja, hogy grafikusabb, szebb és jobban használható. Könnyebben értelmezed az adatokat. Nyilván nem arról beszélünk, hogy elküldesz egy pinget, ötöt megvársz, és nagyjából megnézed, hogy megfelele a dolog, de igazából, hogyha hosszabban szeretnéd látni a kiírásokat, illetve az eredményeket, akkor beállítod neked megfelelően, és grafikonon megkapod az eredményt. Jól néz ki. Nyilván nem minden nap fogjuk ezt használni, nem másodpercenként ezzel fogunk élni, de érdemes tudni róla, feltelepíteni. Nagyon picik ezek a programok, mármint méretre, ha fönt van a gépeden és használod, a tárhelyedet nem fogod tönkretenni, hogy bizony aztán elfoglal több gigabájtnyi állományt, de kényelmesebbé teszi az életedet, vizualizálod a dolgokat. Na hát ez is egy érdekes program. A parancsoros munkának van egy hátulütője. Rengeteg parancs, rengeteg kapcsolója van. Általában ezeket a parancsokat egy bizonyos feladatra használjuk, azaz valljuk be, például a TAR-nak, egy csomagoló programnak van 1 millió kapcsolója, de mi ki, meg becsomagolni szoktunk. Azt hiszem ez így egyértelmű. Nem fogunk mindent agyon finomítani, nem használjuk általában az összes kapcsolót. Mi az, amit mi tudunk használni, hogyha nem tudjuk a TAR-nak a kapcsolóit, azt nem tudjuk, hogyan kell egy könyvtárat vagy egy fájlt összecsomagolni vele. Hát bizony, ez nagy probléma, mert nézzük meg. TAR, kötőjel, kötőjel, help, az mit ír ki? Hát, na, kérja, igen, itt az összes kapcsoló fel van sorolva. Ebből nekünk elég nehézkes kibogarászni. Legyünk egy kicsit cselesek. Mondjuk azt, hogy man, tar. Oppa, itt is kaptunk egy jó hosszú, lépkedünk, 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 a page down-nal tudsz lépkedni, ez a legegyszerűbb, és egy csomó kapcsolót, leírást kapunk, igaz, nagyon kényelmes, az összes nüanszot leírják, de nekem nem erre van szükségem. Napi rutinba nem erre van szükségem, hanem arra, hogy hogyan kell becsomagolni, meg kicsomagolni.
Jó lenne egy olyan program, és van ilyen program, már rájöttek, hogy az emberek nem egy hosszú mant akarnak olvasni, meg nem a helpből szeretnék összebogarászni a kapcsolatokat, nem jó lenne egy pár soros leírás, hogy bizony itt csomagolsz be, itt csomagolsz ki, és aztán ezt kell így használni. Ezt kitalálták, na a mamból kilépünk, ha véletlenül valaki nem tudja, a Q betűvel tudsz kilépni. Van egy olyan program, hogy TLDR. TLDR, ezt telepíteni kell, és megadod a programot, amit szeretnél lekérdezni. Ez a TLDR valami olyan angol rövidítés, hogy túl hosszú a szöveg, úgyse olvass el senki. Körülbelül ennyit jelent. Hát bizony ezt kitalálták, hogy a túl hosszú szövegeket, a manokat, meg a kilométer hosszú helpeket szeretik a programozók, szeretik a kockák, de normál ember nem biztos, hogy végig fogja bogarászni. Azaz TLDR, tar, és kaptunk 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kicsomag, becsomagol, ennyi G-cippel csomagol. Téged jelen pillanatban nem érdekel, hogy a C mit jelent, az F mit jelent, hanem azt szeretnéd megtudni, hogyan csomagolsz be egy csomó fáj. Tar, CF, a csomag neve, fáj 1, fáj 2, fáj 3, többi nem érdekel, bár ide ki van írva, hogy a create, meg file, ezt jelenti a CF, de bennünk nem érdekel, csak ennyi maga a parancssor, amivel te el tudsz indulni, hatékonyan dolgozni. Majd, hogyha esetleg későbbiekben megszereted a TAR programot, mert így tudsz becsomagolni, úgy tudsz kicsomagolni, és ezt már tudod, kisújtban van, és szeretnél ezeken javítani, finomítani, pontosítani, különböző extrém dolgokat megcsinálni, akkor a helpet vagy a mant elolvasod. De ez a TLDR, ez nagyon-nagyon kényelmes, mert valóban egy képernyőnél, általában azt mondom, hogy egy képernyőnél nem hosszabb szöveget eléd dob, kiválasztod a főbb funkciók közül, amit vélhetően mindenki használ, ami neked kell, és utána már tudod is használni. Nem árasztanak el téged különböző számodra jelen pillanatban nem hatékony, érdektelen információval. Nagyon ügyes volt, aki ezt kitalálta, hiszen így segíti a kezdőt. Felteszed a programot, hogy TLDR, feltelepíted, és utána azt kell mondanom, hogy idáig a legtöbb programot, amit én használok, azt megtaláltam ebbe a rendszerbe is. Azaz kényelmes, gyors és kezdőbarát, és ez nagyon fontos, hogy kezdőbarát. Ráadásul megint a színekkel jövök, nagyon szépen átláthatóan listáztatja ki a dolgokat, azaz nem csak eléd dob egy csomó fekete-fehér monokrom szöveget, mint a 90-es évek elején, amikor örült az ember, hogy van monitorja, egy kicsit korrektebben, szebben kapod meg az információt. Érdemes kipróbálni, érdemes is használni, legalábbis szerintem. Köszönöm szépen, hogy meghallgattatok, remélem sikerült rámutatni arra, hogy a hagyományos, ortodox dolgok mellett lehet keresni, illetve lehet találni olyan programokat, amik szebbek, esetleg egy kicsit a terminálba grafikusabb megjelenítéssel kényelmesebben használhatóak, és itt kell kitérnem arra, hogy a régi programok nem rosszak, csak van más, újabb, esetleg jobb, vagy esetleg rosszabb, hiszen az is előfordulhat. Azt is el kell mondanom, hogy ezeket azért válogattam így össze, hogy a színes és grafikus megjelenítést be tudjam mutatni, és nem tértem ki olyan újabb programokra, amik például a find, azaz a keresős parancs helyett egy egyszerűbb, kevesebb paraméterrel rendelkező emberbarátabb megoldást kínál, például az FD. Vagy sok olyan program van, mint például a SED-nek az újabb átirata, az SD, ami esetlegesen egyszerűbb, tehát valóban egyszerűbb, gyorsabb és kényelmesebb használatot kínál. Ezek a programok talán egyszerűbb használatot adnak olyanoknak, akik sem a findnek, sem például a SED-nek az összes kapcsolóját, beállítását, összes picike kis lehetőséget megismerni nem akarják, mert nincs rá szükségük, esetleg csak keresni akarnak gyorsan, villámgyorsan, és esetlegesen nem nagyon szeretnének elmélyedni a régebbi, nagyon sokat tudó programokba. Ezekről már volt szó
A blogomban így érdemes azokat is megismerni és elolvasni. Köszi szépen, sziasztok, sziasztok!